Először is gratulálni szeretnék nekik, mert megérdemelték a győzelmet. Mi pedig, amit az első fél időben produkáltunk, az valami, nem is tudom minek nevezzem, de lehet, hogy én kértem sokat a játékosoktól, és én vártam el sokat tőlük. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy pályafutásom során nem volt olyan, még hogy alig vártam, hogy fújják le a találkozót, mert tehát szörnyű volt látni a csapatnak a lehet, hogy még az is belefér, hogy szenvedését, hiszen egyszerűen nem értem, hogy mi történetet. Második fél időben próbáltunk valamelyest, a cserékbe mentek, azért nem azt mondom, hogy jól játszottunk, de stabilizáltuk egy kicsit a helyzetünket, amit ebbe a helyzetbe lehetett. El kell gondolkodni egy-két embernek, hogy mi csapatként értük el az eredményeket, és sajnos nem csapatként működünk. No, we played at home. Hazai pályán játszottunk, ez mindig pluszt ad egy csapatnak. Legutóbb, amikor itthon fogadtuk a Kisvárdát, ugyanez az eredmény született, ahhoz hasonló futballt láthattunk ma is. A játékosok végig tűzben voltak, meg akarták mutatni, hogy mit is tudnak valójában. A szerdai győzelem és a továbbjutás pedig még inkább lázba hozta őket.